Nádas Sándor mögött egyszer csak megjelent egy ismerős figura kerek szemüvegben, szájában cigaretta szípkával, snájdigan és fessen. Ám mégis úgy nézett ki, mint aki most kelt ki az ágyból, ruhástól. Mivel Tarján Vilmos a New York kávéházat és a Margit szigeti nagyszálló éttermét igazgatta, ezért Gordon tudta, hogy Vili feltehetően lesen feküdt az éjjel, hanem fellépett valamelyik esti kabaré jelenetben az egyik körúti kávéházban. Gazsulálta fontos és kevésbé fontos vendégeknek, aztán bértaxit hívott. Kivitette magát a szigetre, ahol az étteremben először személyesen ellenőrizte az alapanyagok színvonalát, aztán a pincérek egyenruháját. Végül kisétált a pavilomba, ahol éppen valamelyik világszám jazz együttes, feltehetően a fekete Edi Száusz és zenekara, mert Edi oda meg vissza volt a vörös hajú pesti nőkért, adta a talpalávalót. Az úri közönség visszafogott a mulatot, többen Molnár Ferencet vélték látni, néhányan szépernőt keresték, de aztán beérték a Vilivel, aki egymás után három társaságnál vacsorázott, és nem csak egész Pestet ismerte, hanem a legjobb vicceket és pletykákat is. Aztán arra lett figyelmes a vendégekkel egyetembe, hogy kihajnalodott, az étterem előtt megjelent Poldi bácsi a hordár, aki ki tudja miért minden reggel hatkor odaállt a bejárat elé, és kilencig nem mozdult. De senkinek nem volt szíve elzavarni az öreget, mert ugyan bőröndöt nem cipelt már hat-hét éve. Viszont legalább három uralkodót látott közvetlen közelről, akik közül az egyik Ferenc József volt, a másik negyedik Károly, a harmadikat meg rendre elfelejtette a véntróger. És egy ötféléresért szívesen mesélt igény szerint egyikükről, Ötven fillérért már mind a háromról, és ráadásként zaftos történeteket is beleszőtt a meséjébe.